open the door. Come, Terence. They'll love you. Yeah. You want to say something? Yeah. First of all, thank you to all for being here. Second, I need a beautiful translator to say a few things about my brothers. Can you come? Yes, a surprise. Why are we brothers? They did the music of Bud Spencer and my films. So you may not know that the film is successful if the music is good. I mean, 50% of success belongs to the music. And that's why we are practically brothers. And practically that's all I wanted to say. Miért is vagyunk testvérek? Azért, mert ők a filmjeink zeneszerzői, és nagy részt a filmek sikerének egyik záloga a filmzene. Valójában csak ennyit szerettem volna mondani a magyar közönségnek. Did you say 50% of the film is because of the music? Did you say that? A fele, az 50%-a. Okay, so that's all I wanted to say. And maybe you don't believe it. So I tell you the story about the film of Sergio Leone, Once Upon a Time in the West. Lehet, hogy ezt nem tudják, és most elmesél egy történetet, a volt egyszer. The story of Once Upon a Time in the West in Germany. When the film came out, the film bombed. Nobody went to see the film. When the film Sergio Leone, Once Upon a Time in the West, came out in Germany, it failed. Nobody went to, almost nobody went to see the film. Amikor megjelent a film, akkor senki szinte nem akarta megnézni ezt a filmet, nem érdeklődtek iránta. But then the music of the film came out, and everybody went to see the film, and the film had a success. Now, are you convinced of what I said? Viszont, amikor megjelent a film zenéje, akkor mindenki meg akarta nézni. Na most akkor meggyőztelek titeket arról, amit mondtam az imént előbb. Thank you. Thank you. Thanks. We'll talk to you later. I bring you to your chair together. Together. Maybe you know who's a car. Bye.
ez egy valóra vált állam. This is not a dream, it's a reality. Guido and Maurizio De Angelis, Terence Hill and Pablo Hadi on one stage in Hungary, in Budapest, yes. Szeretném színpadra szólítani a Méltár Gyermekkorház igazgatóját, dr. Fekete Ferencet. És még mindig nincs vége, most színpadra szólítom a Vági Boldog tulajdonosának lányát, mert a tulajdonosának tudott eljönni, Harsányi Diannát. Naturally we have the keys, but unfortunately it's not here, so let's do it. Szerettem volna javasolni a boldog tulajdonosnak egy kis játékot, hogyha lett volna nálam kárta. Mi van, hogyha játszanák, és hogyha nyer, akkor visszaveszi. So, I think everybody is on the stage. Szeretném néhány szót mondani. Jó. De nagyon boldog vagy, gondolom. She's very, very happy. My dear. From Gabon, and I thank him, and also I'd like to thank the director of the hospital, Dr. Nange, which, yeah, and today she's going to be here because she has a flu, naturally. Elsősorban Gábornak szeretném megköszönni ezt a csodálatos ötletet, mint ötletgazda, hogy egyetlen a Vági elverések kerülhetett és ilyen csodálatos célt szolgált. Másodszorban nagyon sajnáljuk, hogy a főigazgató asszony dr. Nagy Anton nem lehet velünk, mert mint orvos, ugye az orvosok is lebetegszenek, és sajnos magas lázzal fekszik otthon, úgyhogy sajnos kihagyta ezt az eseményt, de ennek ellenére szépen velünk van. Oké. Hát ha ott hagyta a kulcsokat az autóba. Remélem mindenki nagyon jól érezte magát, és ez volt a záró akkordja a mai estének. I hope everybody enjoyed the evening, and this was the last action of the show today. So.
hogy benne nem játszanál mégis, hogy hát ha... Nem jel.